Szeptember 1-én becsengetnek és megkezdődik a 2021-2022-es tanév az iskolákban. A szekszárdi tankerületi központhoz tartozó intézményekben több mint 9000 diák ül be az iskolapadba, közülük közel 1000-en első osztályosok. Az oktatási intézményekben felkészültek a diákok fogadására, és fokozott figyelmet fordítanak a higiéniás és az alapvető egészségvédelmi szabályokra. A nyár folyamán megtörténtek minden intézményünkben a nyári karbantartások, felújítások, a nyári nagytakarítások, az iskolák fertőtlenítve várják felkészülten a diákokat. Mindenhol rendelkezésre állnak a tisztítószerek. Az intézmények már tavaly elkészítették a járványügyi protokolljukat, vagyis azt, hogy a koronavírus elleni védekezés során milyen szabályokat kell betartani az iskolákban, hogyan kell fertőtleníteni, és milyen módon állnak át a tantermi oktatásról a digitális oktatásra. Egyelőre azonban nincs szó arról, hogy maszkot kellene viselniük a tanároknak vagy éppen a diákoknak, és a testhőmérsékletet sem mérik az iskolák bejáratainál. Az intézmények pedig a jelenléti oktatásra készülnek, mondta Gerzsei Péter. Most mindenhol tantermi oktatással készülünk, tehát holnaptól jelen vannak a gyerekek az iskolában, és reméljük, hogy ez az egész év során így lesz a tanév végéig. Amennyiben a járványügyi helyzet szükségessé teszi, és az operatív törzs úgy dönt, ebben az esetben jöhetnek szigorítások, tehát ezt meg reméljük, hogy ezekre nem kerül sor az év során. Eddig közel 48.012 év feletti általános és középiskolás gyermeket regisztráltak a szülők a tanévkezdésre szervezett iskolai oltásokra. Ezeket augusztus utolsó napjaiban, valamint szeptember 2-án és szeptember 3-án tartják az intézményekben országszerte. Az oltás Pfizer vakcinával fog történni. A 12 év feletti diákok közül már 171 000-en felvették a vakcinát.